Sziasztok srácok, ebben a videóban le fogom játszani a BL-t, de a nagy csapatok helyére az újonnan feljutó csapatokat fogom tenni. Ha tetszik, amit csinálok, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok is fel a csatornámra, hogy ne maradjatok le a legújabb tartalmaimról. Az angol feljutó csapatok között az Ipswich-et, a Leicester City-t és a Southampton-t kell megemlíteni. A francia bajnokságból az Auxerre, az Angers és a Saint-Étienne jutott fel. A Serie B-ből a Parma, a Como, illetve a Venezia jutott fel. A spanyol bajnokságban újra láthatjuk az Espanyolt, a Valladolidot és a Leganest. A német bajnokságból azért teszek csak kettőt, mivel ez a két csapat jutott fel, a harmadiknak nem sikerült, szóval a Holstein, Kiel és a Sampdoria fog játszani ebben a videóban. Bekerült mind a 14 csapat, akiről az előbb szó volt, és ahogy láthatjátok, megcsináltam a csoportokat, sajnos az eredeti BL hátteret azt most el kellett engedjük, mert minden országból nem engedett annyi csapatot, ahányat én szerettem volna. Úgy raktam össze a csoportokat, hogy nagyjából mindegyikbe kettő kerüljön az újonnan feljutott csapatokból, úgyhogy megnézzük majd a csoportkörökből, hogyan tudunk tovább jutni. Lejárt mindegyik csoportkör, és ahogy láthatjátok, az Ipswich Town-nal egyetlen egy pontot sem szereztünk, ami hát nem ad túl sok reményt a továbbjutásra. A B csoportban a Como-val ott vagyunk a harmadik helyen, és hát az a második hely akár még meg is lehet. Ahogy láthatjátok, a C csoportban itt is ugyanaz a helyzet, mint az a B csoportban, hogy 3 pontunk van, hát a Valladoliddal egyetlen egyet sem szereztünk. A D csoportban szintén ugyanaz a helyzet, mint a C-ben, szóval van 3 pont meg 0 pont. A második helyzet az 6 pont alá, szóval innen még akár meg is lehet a továbbjutás. Viszont az E csoportban eléggé jól állunk, a Leicester City-vel vezetjük a tabellát. Az F csoportban hát itt szörnyen állunk, szerintem az a 2 pont nem igazán lesz egyelőre elég. A G csoportban, ahogy láthatjátok, 9 pontunk van a Saint-Étienne-nel, ami azt jelenti, hogy hát fél lábbal szerintem továbbjutottunk velük, szóval a francia csapattal akár még meccset is láthattok a továbbiakban. A H csoportban van 6 pontunk az Espanyollal és 2 pontunk az Auxerre-rel, szóval innen is szerintem meg lehet a továbbjutás, de szimuláljuk le a maradék 3 meccset, és meglátjuk, hogy mi lesz. Lejártak a csoportkörök, srácok, úgyhogy nézzük végig az összes csoportot, hát az A csoportból az Ipswich-sel nem tudtunk továbbjutni. A B csoportból hát kis hián, de továbbjutottunk majdnem a Como-val, de hát harmadikak lettünk. A C csoportból végül nem tudtunk továbbjutni, mert a Benfica és az Ajax sokkal-sokkal jobb volt, mint mi. A C csoportban hát ugyanaz a helyzet, mint a B csoportban, hogy nagyon-nagyon közel volt a továbbjutás, de az utolsó pár meccsen hát elúszott az egész. L csoportból végül a Leicester City-vel továbbjutottunk. Az F csoportban, ahogy láthatjátok, harmadik és a negyedik hely lett a miénk, viszont a G csoportból ugyanúgy továbbjutottunk, mint a Leicester City-vel, itt is 13 pontot szereztünk. A H csoportból végül az Espanyollal nem tudtunk továbbjutni, viszont az Auxerre-rel ott vagyunk a legjobb 16 között. Saint-Étienne-nel a Benfica ellen játszunk, a Leicester City-vel a Ferencvárost fogadjuk, illetve az Auxerre-rel pedig a Sparta Prahához fogunk menni, úgyhogy innentől játsszuk le a meccseket. Az első mérkőzés, ahogy láthatjátok, egy Saint-Étienne-Benfica meccs, hát az elsőt leszimuláljuk, hát az a 2-1 az nem valami bíztató, talán a másodikban tovább jutunk. A következő mérkőzés az a Leicester City Ferencváros, itt végül 2-0-ra nyertünk az első meccset, szóval szerintem a következő fordulóban simán tovább fogunk jutni velük. És akkor nézzük a Sparta Praha Auxerre meccset, hát itt 3-0-ra kikaptunk, azért itt lesz mit kapaszkodni. Di Maria beadhatja a labdát, de nem, laposan begurítja középre, és szerencsére nálunk marad a labda. Sőt, még enged egy kontrát a játék. Nagyon jó, Cardona a labdával. Valahogy előre kellene juttatni, de elrontjuk. Török játékos beviszi a 16-oson belülre, inkább visszagurítja João Mário-nak, aki nagyon megiramodott, egy pillanatig azt hittem, hogy kapura fog törni, de hát nem történt meg szerencsére. Óriási lehetőség előtt állunk, srácok. És valahogy... De nem engedi, hogy rámenjen a kapura a labda, hát a játék is az ellenfél eltart. Hosszú beadás, és Rafa! Ó, de jó, hogy nem tudták jól kapura lőni. És 1-1, mikor lőttünk gólt? Meg mikor kaptunk egy gólt? 3-2 most így az összesítésben. És szabadrugással jöhetünk. Valahogy még egy gólt, ha be tudnánk bogolni, akkor jó lenne, mert akkor talán 11-esekbe tovább tudnánk jutni. Az jó lett még, és bent van! Hihetetlen! 3-3 összesítésben. Mi lett? 11-esek? Nem. Tovább jutottunk. Hát én veszem annyira lazának, srácok, a következő meccset a Fradi ellen, hogy azt leszimuláljuk, mert szerintem tovább jutunk. Így is van 4-0-ás összesítésben.
megvertük a Ferencvárost és tovább jutottunk ellenük. Viszont a következő meccs az a Sparta Praha ellen lesz, azért az Oszerrel felgelgössük a gatyánkat. Egy az egyben vezethetjük rá a védőkre a labdát, de hát ez nagyon szörnyű volt, és még át se tudtuk passzolni. Sparta Praha támadás, az a helyzet, hogy lassan vége az első fél időnek, és még nem tudtunk gólt lőni, nehogy még kapjunk egyet, az lesz volt. Nagyon komoly támadás a második fél időben. És... én nem tudom, hogy az első meccsen nem tudott így védeni a kapusunk. Nem igazán volt helyzetünk ez a meccsen, és kiestünk. Sajnos ez a 3-0 az nagyon-nagyon hátráltatott minket, de még szerencsére bent vagyunk más csapatukkal is. A következő körben itt vannak a párosítások, hát egyre közelebb vagyunk a döntőhöz. Ezt a két meccset leszimuláljuk, aztán a visszavágókat lejátszuk. Ahogy láthatjátok, az első meccset már le is szimuláltam, és a Genk ellen a Saint-Étienne-nel egy 1-1-et tudtunk összehozni. Szóval a második meccsen fog eldőlni minden. Ezen a meccsen a görögök nyertek a Leicester City ellen. Igaz, csak egy góllal, de hát az mondjuk még be lehet hozni. De első körben nézzük a Saint-Étienne-nel, hát ha tovább tudunk jutni. Kíváncsi vagyok, hogy ebből a szabadrugásból fel tudunk-e úgy szabadítani, hogy talán legyen egy kontra. De nem, a kapusnak nagy feladata volt, szabadrugással jöhetünk. És hát az rövidben nem ment volna be. Szöglettel jön a Genk. Szerencsére jó helyen állunk, és kettő játékos is volt, úgyhogy kevés esély lett volna nekik. Most viszont a Genknél van ugyanez a helyzet, és szerencsére a két kapus nagyon-nagyon jól játszik. Mi fog történni? 11-esek lesznek. Én tovább nyomtam és befejeztem a meccset, és szerintem bent maradt az idegenbeli lőtt gól. Hogy miért hagytam azt bent, hát ezt most már nem tudjuk meg, viszont akkor csak azt jelenti, hogy a Leicester City-vel vagyunk bent, muszáj velük nyerni a Panathinaikos ellen. Jön egy hosszú beadás, csak valakinek le kellene fejelni, az jó lehet így még, és megvan az egyenlítés, 2-2 most már így. Az idegenben lőtt gólokra nagyon kell figyelni, mert hát nem állítottam be rendesen. És nem igaz, hogy nem tudunk kapura lőni, pedig egyébként lehet jobb lett volna onnan megpróbálni. Kis szöglet, ez így jó lehet, ez is jó még. És egy lövés kell, ott is van, 2-0, és most már döntetlen, viszont az a helyzet, srácok, hogy így szerintem mi fogunk tovább jutni. Egyelőre mi állunk tovább jutásra, nem kellene gólt kapni, mert akkor tényleg megint döntetlen lesz, és akkor 11-esek fognak következni. De megvan a labda. És még lehet így egy kontra. Még rúghatunk egy gólt, srácok, hihetetlen, nagyon szépen játszunk egyelőre szerintem. Sokkal jobban megy itt a játék, mint az előző meccsen. Távolról lőjük rá, és nem megy be. Megvan a továbbjutás 3-2-es összesítéssel. Kiütjük a Panathinaikost. Az elődöntő párosításai így néznek ki, és ahogy láthatjátok, a Sparta Praha lesz az ellenfelünk. Az első meccset leszimuláljuk, és döntetlen, ami azt jelenti, hogy a másodikon fog megint eldőlni minden. Támad a Sparta Praha, és labdát tudunk szerezni, ami azt jelenti, hogy így elindulhatunk újra a térfelük fele. Vardy kapja a labdát. Inkább átgurítjuk teljesen a másik térfélre. Az jó labda, Mavdidi, és elindulhatunk Ndidi a labdával. Vardy kapja középen, legurítjuk, ott van még, és lövésünk elakad. Szólóban hozhatjuk a labdát, de jobb, ha átpasszolom szerintem, mert Mavdidinak sokkal nagyobb lehetősége lehet így, és nem tudjuk a kapus fölött átemelni. Vardy pedig nagyszerű helyen kap labdát. Jamie Vardy a 16-oson belül most már, és megvan az 1-0. Jamie Vardy előtt óriási lehetőség van, csak valahogy itt tovább kellene passzolni, ez eddig jó. Vardy kapja vissza, de nem tudja megtartani. Az utolsó percek egyikében vagyunk, és most itt meg lehet a továbbjutás. És meg is van a továbbjutás, ott vagyunk a döntőben. A döntős ellenfelünk nem lesz más, mint a Porto, hát srácok, szerintem lehet ez lesz a legnehezebb meccs, amit ebben a videóban lejátszottam. Kezdődjön a Porto elleni döntő, hát remélhetőleg minél hamarabb tudunk valahogy egy gólt szerezni, mert utána könnyebb lesz azt tartogatni, mint az eredmény után futni. Consensão a labdával, itt vannak a 16-oson belül, és valahogy vegyük már el, csak ne legyen szabálytalan. Consensão, Consensão. Visszagurítja, és lepattan a lövés, de jó, hogy lepattan. Vardy, ki a szélre. Próbáljuk meg megindulni. Az a baj, nincs akinek passzolni, mert befut a védők közé, hát az kb. Fölösleges oda passzolni. Mavdidi. Nézzük, jön egy csel, és jó, jön a csel. Az is jó még, Vardy. Nem tudjuk tovább vinni, sőt, az még les is volt. Óriási Porto helyzet, Galeno a labdával, visszagurítja, Consensão, és a kapusunk kivédi.
Óriási helyzet, Justin a labdával. Nem tudjuk bepasszolni, de még vissza tudjuk kaparintani valahogy. Justin, most már Mavdidi, az jó még Vardinak, Vardi, lőd el, és nem megy be. Nem tudja beadni, de lehozza az alapon arra. Fú, de jó, hogy nem tudtunk abból semmit csinálni, viszont Mavdidivel elindulhatunk. A túlsó szélen pedig a játékosunk teljesen üresen van. Nagyon gyors, nem tudom, hogy lesz-e csel, lehet így lesz a jó. És az is jó még, Ndidi, és nem megy be, pedig mekkora lövés volt. Labdaszerzés, és az nagy lehetőség. Mavdidi, legulítjuk, és egyből, és bent van, Vardival gólt szereztünk, de jól tettem, hogy nem cseréltem le. A Leicester Cityvel megszereztük, srácok, az 50. percben a vezetést. Nagyon szép játék. Pepe mellett nem tudjuk elvinni. Pepe viszont hazagulítja, és ott eléggé zavarba hozta a védőket meg a kapust. És nem hiszem, hogy még ezt is bent tudják tartani, elképesztő. Taremi. Még lehet, hogy így lesz jó nekik. Consensao. Ezt a Cuyo. Hát most nagyon-nagyon belehúzott a Porto. João Mário. Taremi. És labdát tudunk szerezni, viszont ezzel nem jutunk túlságosan előre. Varela, és Consensaónak a lövését éppen csak kifogja a kapusunk. A 88. percben járunk, és újabb támadás. Az nagyon jó Dakának. Daka! És az 11-es. Hát srácok, befejezhetjük a meccset piros lap Pepének. Mavdidi a labda mögött. Mavdidi, nézzük a bal felső sarkot, és az bent van. Hát így eldől a meccs. Taremi és a kapusunk kivédi, és ezzel a pillanattal vége van a meccsnek, srácok, megnyertük a Bajnokok Ligáját a Leicester Cityvel. Köszi szépen, srácok, hogy itt voltatok, ha tetszett, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok is fel a csatornámra, hogy ne maradjatok le a legújabb videóimról. Legközelebb találkozunk, én Lehel voltam, és sziasztok!